A videót a notbook.hu támogatta. Na hát szavaztok, srácok, itt vagyunk a következő RP részben. Az a helyzet, hogy itt is történnek dolgok, viszont ez egy olyan rész lesz inkább, ami a beszélgetésekről szól, meg az ilyesmiről, és a végén lesz egy kis csattanó, ugyanis egy váratlan ember keresett meg minket. Úgyhogy hát remélem ezt is élvezni fogjátok. Nyilvánvalóan RP-ről beszélünk, tehát nem lehet minden részben csimbumbam, óriási nagy izgalmak, mert vannak, amikor beszélgetni kell az emberekkel, hogy előre haladjunk. Úgyhogy most jelenleg ez van, fogadjátok sok szeretettel a következő részt. Figyelj csak, nézzél magad mögé, milyen autó állott? Milyen autó állott? Nem tudom, az milyen autó. Ott jó messze. Ez mi? Ez egy fehér BMW X6-os. Ja, Istenem. Vagy X5-ös, csak mondom. Figyelnek minket. Halló? Ez az a csávó, srácok. Nem nagyon köszön. Még, ugye? Nem köszön. Á, én is emlékszem. Úristen, baszki, ez a szakuk, csávó. Nincs keze, látjátok? De lehet csak azért van itt. De ki tudja? Figyelj már, ez nem az azért? De. Keci. Na én meg vagyok, hogy állsz? Biztos az? Az tuti. Ott a kocsi. Szerintem is amúgy, hogy napszerűen. Na jó, akkor Ucsó. Akkor megvárlak. Leteszem a kocsit. Tesó, most írt Taylor, most írt, várj egy kicsit. Na mi van? Figyelj, már írt Taylor, hogy hallom, pakolják le a fát. Itt a kocsi, aaa! Uram, atyám. Civil ruha. Azért csak fullosabbak vagyunk így. A kurva, de közel volt. Mi a pálya? Nálam nekem jöttél. Bejelölöm. Igen, a bankot. Én nálam pont elkerültem. Itt ezt a izét, a legközelebbit, ami itt van. Követlek, az a legegyszerűbb. Right. Na, megjöttünk a bankhoz. És ezt akkor gyorsan megpróbáljuk leadni. Bezárom az autót, mert bent van a fegyver. Megnézzük, mennyi pénz van nálunk. 4520, hát én ezből... Egy csak, most adjak lóvét? Igen, adj... Várj, megnézem, mennyim van. Jó. Tudod, mint gondolkoztam még? Hogy lehet, hogy mondani kéne majd Taylornak azt, hogy jobban rászálltak a rendőrök ott a favágó része, nem? Szerintem azt simán lehetne mondani. Én az bizalomépítő. Én hogy mondani kéne, hogy ismerjük ezt a rendőrfaszit. Várjál, 4000... Ja, mondjuk el. Mondjuk el, igen. Jó. Ugye? Jó. Igen. Jó. Na várj egy picit, figyelj, 7800-an van. Akkor plusz 4520, az 11000, 12000... Szép jó napot! 12300, jó napot! Akkor beteszem most a bankba. Uh-huh. Azt mondd majd, hogy mennyit kérsz. Na figyelj csak, utalsz nekem? Megnézzük, hogyan kell. Uh-huh. Akkor viszont felrakok mindent a számlámra. És igazából mondom, 1610. Összeszedjük a következő annyi fegyvert. Kell? Jaja. Most így jól állok. Mennyi? 1610? Ja, annyi. Akkor adok 2000-et, és akkor tudod, amit neked mentem az autóban az elején. Nem, dehogy is nálam, azt szerintem nem is látszik, de akkor pontosan de tudom nem, majd nem, visszaadni. Nem ami most történt, hanem ami legelőször. Tudom, de én nem láttam az autón, úgyhogy jó, mindegy, pontosan visszaadom majd. Utalj 2000-et, és jó, akkor annyit adok vissza. Perc. Tuti elég lesz az? Aha. Jó, nézzük, hogy kell. Pikpak lehet kocsit venni ennyiből már. Ez a kamu. Csomó féle van ennyiél. Elvileg elutaltam. Ó, meg is jött, zsír. Jó. OC, mondom, meg kell adni az azonosítót, a 412-det, ami van nekem, meg ami én fejem fölött van, ami most nem tudom mennyi, uh-huh. De
ennyi, így működik, nem nehéz. Figyelj csak, hívok akad. Jason, fölhívom Jason-t, okay. Jó? Oké, köszi, csöcsö. Na kérlek szépen, fel kéne vennünk Jason-t a rendőrségnél, mert nincsen autója még. Figyelj csak, biztonsági okokból megyünk most a te autóddal? Ja, nem fogunk beférni. Ja, kajak. Nem baj. Jajaj, de várjál már, hogy meg tudja nézni a kesztyűt. Oké. Jó, jó, most mi a fasz legyen? Jó, menjünk az enyémbe. Figyelj, megyünk a tieddel, és megyünk legyen nálad a pisztoly, és legyen nálad a pisztoly. Legyen nálad a pisztoly. Jó, az? Jó. Akkor nyomjuk, gyere, megyünk. Hadd a cuccot, tesó. Mit csináljak vele? Dehogy is. De meg, de így meg tudja nézni a kesztyűt alatt. De nem akarja. Ja, kajak! Hogy nem, bazd meg! Kajak! Óvatos, ha! Kurva eget. De nem ott van, hanem hátul. Akkor ja, nem! Nem, a kesztyűt alatt van, nem? Jézusom, azt most... Elveszett? Nincs ott? Már megvan. Jézusom, jó legyen nálad. Jó, megyünk. Tudom, jó, megyünk. Jó, nálad van, jó. Jézusom. Fie, cool, nem fogja megkérdezni, jó? Chill. Ja. Hello. Egy olyan kérdésem lenne, hogy a kijelölt bolthoz el tudnánk menni, mert mindjárt ilyen megszombolom. Persze. És milyen autóba gondolkozol egyébként majd a jövőben? Egy Volkswagen-t szeretnék venni, $4000, néztem az autókereskedésbe. Mm-hmm. Azt szeretném majd megvenni. Egy pillanat, így jövök. Nyugodtan, persze. Okay. Én is veszek valamit. Nézd, tesi. Mi ez, raklap? Eurós? Tesó, stop! Jó. Úristen. Jaj, srácok. Itt is vagyok. Alright. Na merre? Kérlem a házat akkor. Alright. Bérled egyébként? Igen. Nice. Nem a legfullosabb, ugyanis az anyagi költségek az a helyzet magaslatán vannak, tehát a fizetés az nem túl jó. És egy kis ilyen tuti, de szeretem meg az enyém. De és hát nem is az enyém, mert albérlet végül is. És nagyjából mennyit lehet keresni, hogyha nem titok? Csak így nagyjából. Rendőrségen? Hát karétként 350, és annál följebb nem tudom, de hát jóval jobb a fizetés. De ezt naponta? Ja. Fél óránként van. Ja, értem. Ja, hát most 4000 valamennyi. Hát amúgy tényleg elég kevés egyébként, de gondolom föl kell maga küzdeni a létrán. Persze. Ja. Mert múltkor azt számoltam, hogy a favágás az körülbelül ilyen, hát minden együtt ilyen 45 percenként ugye 5000 körül van. Már hogy olyan könnyű elővenni a fegyvert, hallod, csak a görgővel, úristen. Itt be kéne menni, és vagy nekem mindegy, ott bent van parkoló, de itt is leparkoló. Jó, itt. Itt. Milyen kis Melrose Place-es. Hát igazából ez az első ajtó az enyém. Aha. Srácok, egy görgetésre van tőlem a fegyver, és itt egy zsaru. Na, zsír. Így na. Félek, hozzá ne nyúljak. Csupa fű vagyok. Na, figyelj csak, igazából arra gondoltunk, hogy nem tudom neked mennyire van, oké, hogy a rendőrségnél bent vagy, de hogy nem tudom mennyire vannak kapcsolataid mondjuk így a mentősöknél, vagy ilyesminél. Ez a kamu. Hogy így ott és elkezdenénk így dolgozgatni, hogyha lenne rá lehetőség. Azt gondoltam ugye, hogy szerv, meg mit tudom én, meg hivatásos szervek mindkettő, aztán van-e valami átfedés a kettő között, vagy nem tudom? Hát igazából kapcsolattartás van a rendőrség és a mentősök között, viszont oda is csak úgy lehet bekerülni, hogy ott szintén mondom minimum 2-3 év RP tudás. Aha. Szóval, az nem tudom, van nektek olyan? Nincsen. És hogy... Jó, akkor,
akkor igazából ez így akkor így off, de jó, mindegy. Egyébként még amit így elmondanék, most leszámítva, hogy rendőrségtől vagyok, nem tudom, hogy mennyi ideig leszek még ott. Gondolkodtam egyébként azon is, hogy valami illegális szervezet, ha esetleg... Miközben rendőr vagy? Ez hogy képzeled? Hát úgy értve, hogyha kilépnék, mert nem teljesen jó a rendőrségi fizetés, és ilyen is előfordult a fejembe. Mit szólnátok hozzá, jó. Hogyha esetleg? Hát figyelj, mi még ilyenre nem nagyon gondolkozunk, az a helyzet, tehát nekünk ez még nem... Az a baj, hogy ugye még csak pár napja, OC még csak pár napja nyomjuk, és... Hát azért még sok minden nem tudunk, így gyűjtünk pénzt, meg ilyenek, hogy valamit el tudjunk kezdeni. De hát figyeljetek, rendőrséghez igazából jöhettek, hogyha úgy van. Hogyha esetleg akarnátok, de szerintem egyébként a favágói állás az valamennyivel jobban. Ja, hát ahogy így elmondtad, az így nagyon kevéske. Ja, hát én igazából azért jelentkeztem rendőrnek, mert ki akartam próbálni aztán. De hát... És milyen, hogy van hatalom? Hát igazából nekem nagyon még nincs, mert kadét vagyok. Így igazából csak igazoltatni tudok, meg szemételkét, meg ilyesmi. És fegyvert sem kaptál ilyenkor semmit? De, pisztoly, gumibolt, ja. Rádió és... hogy a fenébe hívják? Sokkoló. Na, de hát azért az fogos. És fegyvertartási engedélyt azt így tudtál csinálni? Vagy az így gyártott a rendőrségen? Vagy az... Ja, nem, nincsen igazából engedélyem. Aha, és azt mondtad, hogy van? Kaptam a fegyvert, hogy vegyek ki nyugodtan egyet, aztán kész. Azt a rohadt. Ja, mondom, jó, hát akkor kiveszem, de nyilván minden szolgálatlemondás után le kell adni. Az kemény. Szóval azért úgy nem, civilben nem mászkálhatok vele, az egyel följebb rangú. Az kemény azért. Hát jó. Csak tényleg nem tudom, mi lesz, mert most vasárnap majd lesz a vizsgám, hogy egyel följebb rangba lépjek, de hát nem tudom, mi lesz belőle, mert egyesek szerint baszott nehéz, úgyhogy... Hát figyelj, azért szerintem próbáld meg, mielőtt bármi ilyen illegálisba vágnál. Ja, az lesz. Igen, mert előfordult a fejembe. Ja, a régebben nekünk is megfordult, megmondom összintén a fejünkbe, de hát nem tudom. Így azért inkább maradunk a legális vonalon jelenleg még. Aztán ez majd... Figyelj! Tényleg beszéljünk, erre térjünk még vissza, azt gondolom majd a jövőben, meg tényleg először derüljön ki az, hogy hogy érzed magad a rendőrségnél, milyen, stb. Jó, rendben. Mert most érted, addig ne gondolkozz szerintem olyasmin, hogy illegális dolgok, amíg basszus a rendőrség ranglétráit akarod megmászni, érted? Hát igazából, nem tudom, az a baj, hogy tényleg van egy úri ember, aki nem is nagyon úri ember, aki... Úgy bánik velünk kadétokkal, mint a kutyákkal, tehát ez miatt én nem tudom, hogyha egyel feljebb lépnék, akkor sem tudom, hogy bánna velem, de nem túl barátságos típusú ember. Ennyivel fölötte, vagy, fölötted van, hogy még följebb lépsz, akkor is fölötted lesz még egy darabig, még azután is? Azt hiszem ezre... Srácok, én addig itt kitakarítok, amíg beszélgettek. Jól teszed, hogy tisztél magasztál egy kérdés nélkül, érted, eldobtad ott a cigicsikket, ott van lent, tehát egy ember azért. Hát, jó, azért csak, na hát azért nem úgy van az. Na mindegy, igen, tehát hogy... Itt a fal is elég retkes, nem tudom, látjátok-e? Hát igazából nem tudom, hogy mi lesz. Még kérdés. A tesóm, arról neked beszéltem egyébként, hogy ő itt van a városban, taxis volt, viszont ő neki lett egy ismerőse, aki maffia vezér, és hát itt beszervezték oda. Aha, gondolom azért ott keres, mint az állat. Hát, ja. Hát igazából most lesz majd az első napja holnap, aztán hát tudja mi lesz. Csak hát OC-n mondom, hogy nekem ezt egyébként OC-n mondta, tehát IC-n erről nem tudhatnék, csak ezt így elmondtam. Oké. Metázik a fiú, jó. jó. Figyelj csak Jason, köszi, hogy behívtál minket, jól beszélgettünk. Hát mi is próbálgatunk még egy tervezni, stb. De úgyis telefon közelben leszek, mindig el tudsz érni, észrevetted így is. És akkor dumázunk, jó? Hogyha... Meg majd szólj nekünk, hogy sikerült a cucc, a rendőrségi cucc. Jó. Ja, meg hogy mi azt hittünk, meg hogy döntöttél, meg hogy értem, hogy ment a vizsgák, mikor lesz a vizsga? Az vasárnap lesz. Hát az mind nem sokára itt van, basszus. Hát igen.
Jó. Akkor próbálj meg készülni rá, vagy valami. Hát, ja, egy jó nagy köteggel kellett tanulni. Vagy az kell. Az igen. Képzelem. Hát mindenki, azért is mondom, hogy félek igazából az egésztől, hogy mi lesz. Vágom. Jó, figyelj, Jason, mindenképpen beszélünk még, jó? És jó, akkor... ja, magadra is hagyunk, akkor nem zavarnánk. Köszönjük téged még egyszer a meghívást. Hát ez egy kicsit késő van már azért, na, tehát maradjunk annyiba. Jó. Köszi szépen, lépünk akkor, dumázzunk majd mindenképpen. Ciao. Köszi, csöcsö. Sziasztok, hello. Na, menjünk, tesó. Hol az autóm? Bazd meg. Ugye? Ja, szerintem menjünk, mert hát itt nem tudunk más csinálni. Jön egy autó. Valaki. Ó, taxi. Igen, hívtam taxit. Hívtam taxit. Üdvözlöm. Szép napot. Jó napot. Merre lesz a fuvar? Rendben. Ja jó, igen, oda. Hogy van, uram? Én meg vagyok, köszönöm szépen. Csodálatos időnk van. Nagyon jó. Aztán ennyi, kicsit csúszós az út, ugye még nyárig múlva tolom, lehet nem előnyös. Hát igen, ezt érdemes nem lehet cserélni. Én az utána esküszöm, oda fogok menni. Jól teszi. Menjen is, mert itt mellettünk egy rendőr úr, aztán hogyha ezt megtudja a szolgálatban. Igen. Hoppá. Jaj, lebuktam. Nem hallottam. 7 fok elmúlt. Ember. Vágod, hogy ez is rendőr volt, aki itt jött, hallod? De ember, de nem arra gondolj, baszki, hogy most gondolj bele, elbuktuk volna a izé... Igen. Elbuktuk volna a fegyvert is. Azaz. Ilyen csak lehet, hogy kéne bérelni egy kecót, nem? És ott le lehet tenni ilyet? Ugye, én nem tudom. Volt ott valami lehet, hogy nem akartnak utakodni, már nézzünk valamit, várjál. A izét nem tudod megkérdezni? A Jason-t, hogy naponta, vagy hogy van ez a bérlet? Már fölhívom, jó? Oké. Szóval srácok, vázolom. Eltűnt az autóm, ahogy kijöttünk a lakásból, de a fegyver ugye nálam van, úgyhogy ez nem tűnt el. Mert még ilyen szerver újraindítás volt. Úgyhogy most nálam van a fegyver, ami nem túl jó. Megkérdezi, figyelj már, hogy ez a lakásbérlés, ez hogy működik nálad, hogy naponta kerül annyiba? És most próbálunk lakásbérelni. Hogy működik? És akkor számlákhoz kapod? Vagy levonja automatikusan a számláról csak? És mennyi fél óránként, ahol te laksz? Fél óránként? Aha, jó, nagyon szépen köszi. Dumázunk majd. Cső. Na kérlek szépen, azt mondja, hogy szerinte nem biztos benne, de úgy működik, hogy fél óránként vonja le, és ilyen 20 dollárt a számláról. Nem nézzük meg akkor a gettóba? Hát, ha ott olcsóbb. Hát, megnézhetjük, hol van a gettó. Jó, szerintem sejtem, hol van a gettó. Hát így most nem tudom, basszus. Tetves! Mi a gond, uram? Jó napot! Nézzenek maguk felé. Jó napot! Szálljanak ki? Hova nézzen? Nézzenek föl! Oho! Aha. Én nem látok semmit. Nézem fel! Azt akkor... Tulajdonképpen fosod magad. Kifosol engem. Tulajdonképpen folyamatosan az volt fönt. Úristen, de még mindig látok valakit. Wow. Több embert is. Jó, hát nem gond. Igazából... Uraim, lehet a kérdésem? Persze. És hogy nem érdekel önöket biztonságai munka? Igazából de. Nos, nekem meg drága testőrnek van egy cégünk, hogy a The Palace nevezeti szórakozóját üzemelteti. És oda elsőképpen pont 2 biztonsági jött. Ó, micsoda szerencsé, hogy pont itt ültünk a út szélén, és így pont kellett. Rendben, mi a feltétele ennek? Mit kéne tenni? Igazából, ugye az elsőtől 6. osztály,
hetedik, a 8. osztály és 9. a 12. osztály. Tobi, neked valami hiányzik. 6. volt valami, ugye? Úgy rémlik. Nem, te nem tudtál számolni 6. Na mindegy, megvan, túl lenyomtuk, túl estünk a dolgokon. Igen. Váljanak. Nem büszkék rá, de sikerült nagy lehet. Probléma, hogyha itt kéne hagyniuk az autójukat? Igen. Majd visszajövünk ide, nyugodjanak meg. Jó, és akkor ez itt, leparkolnék valami máshova, egy picit följebb parkolunk az építkezéshez. Ne, jöjjenek. Na és hát ennyi lenne a cucc. Hát, mint azt látjátok, a következő részekben minket valamibe bele fognak vonni, ami nem biztos, hogy annyira legális, de aztán ki tudja, ezt majd meglátjuk. Úgyhogy reméljük, hogy azért tetszett nektek ez a rész is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és hogyha esetleg nem láttátok volna az előzőeket, a komment szekcióba beillesztem az összes eddigi részt, úgyhogy találkozunk majd. Ha tetszett, akkor like és iratkozzatok fel. Hello, szevasztok, sziasztok! I'm sober, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling.